Sziasztok! Arra gondoltam, hogy kajálok egy picit, és beszélgessünk közben, most van időm rá. Külföldön ugye az ilyen típusú videókat mukbangoknak hívják. Aki nem bírja a csemcsogást, az evést, evés közbeni beszédet, annak nem való az a videó. Úgyhogy ez most azonnal függessze fel ezt a videó nézési tevékenységét. Akiknek viszont van kedve, tartson velem, és beszélgetünk egy kicsit. Készítettem egy ilyen vajas mártogatós szószt, YouTube-ról van a recept. Az előző videómban elmondtam, hogy mik az alapanyagok, de igazából kocka, margarin kell hozzá, újhagyma, fokhagyma, koriander, fehér bors, fekete bors, petrezselyem, fokhagymapor, egy kis chili paprikapor, édesnemes fűszerpaprika, egy kis citromlé, egy kis húsleves kocka, én egy fél húsleves kockát tettem bele, illetve pici gyömbér, ami még megtalálható benne. Ez még hát már nem forró, de még eléggé meleg, hogy folyékony maradjon. Illetve főztem kukoricát, és néhány szem krumplit. Ezeket fogom megenni, ma nem mindet, mert ez az egész családnak van, de nem szépen evős például a kukorica, úgyhogy ez mindenképpen vicces lesz. Én szeretem nézni a hasonló videókat, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Még nem kóstoltam meg én sem, úgyhogy remélem, hogy finom lesz. Jó, megfőtt a krumpli. Ma egyébként csütörtök van. Arra gondoltam, hogy sűrűbben fogok jönni hozzátok. Mindenféle témában, nem csak vesebetegség témában. Most ugye újdonság velem kapcsolatban, hogy igazából a transplantációs listára kerülés folyamat végén vagyok elvileg. Finom ez a szósz. Tegnap voltam kardiológusnál, részéről mehet a műtét. Ma voltam a házi orvosomnál, na, ő szabadságom volt, a táppénzes papíron felét készítette ki, úgyhogy mehetek vissza majd kedden. Holnap megyek Mákas CT-re, ott sem lesz semmi baj, elvileg időpontra gyakorlatilag nem tudom, mennyit kell majd ott várni, és szeptember 20-án megyek majd tüdőgyógyászhoz. Nagyon finom. Ti hogy vagytok? Hogy telnek a napjaitok? Szeretitek az ilyen evős videókat, vagy inkább hanyagoljam? Ti hogy vagytok vele? Mondom, én egyszerűen függő vagyok, nagyon-nagyon szeretem őket. Hihetetlenül rákaptam, főleg az ilyen tengergyümölcse, úgy hívják, hogy seafoodból így, és a tengergyümölcse szószok. Iszonyat jó, hogy tényleg akár egy krumplihoz bármit mártogatni bele, eszméletlen. Viszont kegyetlen. Hogy szana szétkeni az ember az ujjain a vajat, meg minden, de hát ez van, akinek nem tetszik, ne nézze. Hétvégén jó lesz, anyukám még jönnek föl. Pénteken. Szombaton mi párommal elmegyünk egy romantikus repülésre Budapest felett. Erről kapunk majd felvételt, és nagyon kíváncsi vagyok. Iszonyat, iszonyat várom, nagyon jó lesz, nagyon, nagyon úristen. Még karácsonyra vettem neki, csak ugye az idő az nem engedte, hogy eddig beváltsuk, és
Nem tudom, hogy milyen gép lesz, remélem, hogy valami pici, mert olyanban még nem utaztam, esetleg helikopter. Aztán szombaton lesz egy közös családi ebéd. Mamám már jelezte, hogy összekészítette a kis kajapakot. Mindig küld valamit. Egy kis előkészített lecsó, felvágott sajtfélék. Kis cica. Kis cicám valamiért sír. Szerintem látja alattunk a cicát, van egy cica alattunk, és az ablakon keresztül szokta kommunikálni. Kiül, a másik is kiül, az én cicám néz le, az meg néz fel, és makognak egymásnak. Kegyetlen aranyosak egyébként. Nagyon finom, nagyon édes. És ahogy ez a szósz belemegy, csili paprika, bors, koriander, iszonyatosan jó. Szerintem próbáljátok ki mindenféleképpen. Meg az külön élvezet, hogy így mátogatott bele. Egyébként nálam ez az őrület nem még eljött, hogy ezeket a tengergyümölcsei videókat nézem. Érdekes, mert Magyarországon még nem csinálja senki. Külföldön meg olyan szinten van elterjedve, hogy hihetetlen. És ami érdekes, négerek csinálják, főleg nők. Tök vicces. És tömik magukba a kaját, de ilyen 40 percen keresztül hihetetlen mennyiségű rákocskákat, meg homár farkat. Eszméletlen. Az ember így rákap. Azóta én is vettem többször már garnélrákot. Meg sütöttem, főztem, hát így a kettő között valahol. Meg fekete kagylót is vettünk. Budaörsi halpiac. Nagyon-nagyon klassz hely erre. A halpiac ez gyakorlatilag, én ugye elképzeltem, mint egy nagy piacot, hihetetlen. Vagy ijedtettem. Oda mentünk, és egy szoba. De nagyon klassz. Vannak benne friss, fagyasztott dolgok, tehát ilyen pultba jégben állnak, meg van hosszú mélyhűtő pult, ott is eszméletlen mennyiségű kaja van. Meg van egy ilyen étterem része is, ott el is készítik neked, de hazaviheted nyersen is. Szóval nagyon klassz. És az ára is nagyon jó. Most azon vagyok, hogy egy nagy álmomat megvalósítsam. Király ráklábat szeretnék beszerezni, és azt elkészíteni. Nem a legolcsóbb mulatság, de egyszerűen annyira megkívántam. Nem muszáj. Ma volt időm, várakoztam az orvosnál, kicsit előbb értem oda, mint a rendelési idő, és kigyűjtöttem YouTube-ról ezeket a szósz recepteket. Úgyhogy, ha érdekel titeket, akkor nyugodtan írjatok kommentet, és akkor veletek is megosztom. Bocsánat, csak rám jött a köhögés, és ezt nem nagyon akartam felvenni. Chili paprika, az megteszi a hatását. Most egyedül vagyok éppen, azért tudok videózni. Várom délutános, úgyhogy majd 10 óra környékén jön. Addig kis cicámmal vagyok, nem is egyedül. Majd őt is megmutatom ám. Nagyon cuki.
Mindenki bele fog szeretni. Most éppen az ablakba ül és nézi a lenti cicát. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok bármire, a vesebetegségemmel kapcsolatban, velem kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok, és akkor válaszolni fogok rá. Szeretném, hogyha kommunikatív lenne ez a dolog. Én nem szeretek írni, úgyhogy blogolni nem fogok. Nekem ez egyszerűbb, hogyha elmondom, hogy mi van velem. Aztán ti is mondjátok el, hogy veletek mi van. Ha esetleg van vesebeteg ismerősötök, akkor szóljatok neki. Valaki dialízisre vár, vagy már dializálják, vagy volt neki transzplantációja, őket is szeretettel várom. Remélem, hogy idővel egy jó kis csapat kialakul, és mindent meg tudunk beszélni. De gusta, a héja. Egyébként ez ilyen új krumpliféle, szóval ezeket nem szoktam meghámozni, nem tudom, ti meghámozzátok? Jól megmosom. Körömkefével. Megtisztítom. És utána mehet főzni. Lehet főzni. Ezek kis aranyosak voltak, úgyhogy hamar meg volt, egy 20 perc alatt körülbelül megfőtt kukoricát, az hát zsenge volt, de egy óráig főztem. Enyhén sós vízben, és adtam bele egy icit borsot még. Igen. Ez egy piszkos munka. Jól van. Nekem ennyi elég volt hirtelen. A többieket szeretettel várom haza, és az az övéké lesz. Írjátok meg, hogyha van kérdésetek. Találkozunk a következő videóba. És azt is írjátok meg, hogy hogy tetszett, hogy közbe zabálok. Sziasztok!